Tavasztól őszig teniszezhetnek a régió versenyzői Tolnán, ahol a hagyományoknak megfelelően idén is elindult az amatőr bajnokság. Három osztályban vannak rangsorolva a versenyzők, ez biztosítja azt, hogy nagyjából azonos képességű felek mérkőzzenek egymással. Herczig Gábor a Vitálsport és Szabadidő Egyesület elnöke fontosnak tartja, hogy a kisgyerekekkel is megszerettessék a sportágat, mert csak így biztosítható az utánpótlás. A Vitálsport és Szabadidő Egyesület működteti Tolna városába teniszpályákat, és ezzel kapcsolatban megrendezzük a Tolna városi teniszbajnokságot, ami nagy örömünkre a megye legnépszerűbb amatőr teniszbajnoksága. Folyamatosan van a játék, ugye nekünk olyanok az adottságaink, hogy csak a nyitott szezonban, azaz a tavasztól egészen őszig tudunk teniszezni, akkor zajlik a bajnokság. Most már három osztályban, mind a három osztályban 14 játékos nevezett be, és áprilisban kezdődtek a küzdelmek, és ez körülbelül így szeptember végére, október elejére fog véget érni. Nálunk a játékosok a legtöbbje le van igazolva a Magyar Teniszszövetségtől, de amatőr igazolása, úgyhogy tavaly a szövetség csinált is egy ilyen amatőr országos versenyt, ahol csak olyan játékosok indulhatnak, akiknek nincsenek ranglista pontjai a profi versenyzők közt. Ez az első páros teniszverseny az idei évben, amit mi rendezünk, az június 11-én lesz szombati napon. Az három csoport úgy néz ki, hogy első osztály, másodosztály és harmadosztály, és most már évek óta így vagyunk, és ez egy feljutó rendszer, tehát akik kezdik a teniszt, azok a harmadosztályba indulnak, és aki a harmadot kicsit komolyabban veszi, esetleg edzésekre jár, és sikerül a harmadosztályba első vagy második helyezést szereznie, az akkor feljut a másodosztályba, és onnan, ha nagyon ügyes, akkor az első osztályba is bejuthat. Próbálunk összefogni a környékbeli klubokkal, mindenhol az a helyzet, hogy kevés a gyerek, tehát a kicsi gyerek, aki kiskorba elkezdi. Hát ez nem rajtunk múlik, mi a feltételeket tudjuk adni, de igazándiból itt egy nagy szülői támogatásnak kéne lenni. Az összecsapásoknál elsődleges szempont, hogy mindenki jól érezze magát, és a fair play szellemében teljenek a találkozók. Hát én úgy gondolom, hogy Tolnán nagyon jó tenisz élet alakult ki, köszönhető ez Sali Ádámnak, aki összefogja itt a csapatot, szervezi a versenyeket, és nyagad bennünket, ha véletlenül úgy alakulna a dolog, hogy éppen megfeledkeznénk arról, hogy most a héten játszani kellene, akkor szól és ösztönöz bennünket, hogy gyerünk, mert a meccs van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó csapat alakult ki nagyon. Én egyet sajnálok, hogy kevés a fiatal, tehát azt mondom, hogy én most már egy évvel a 60 előtt veteránnak számítok itt a csapatban, talán egy srác van, aki idősebb, mint én, és én úgy gondolom, hogy a többiek azok 10-15 éve fiatalabbak. Úgy gondolom, hogy kellene egy olyan mag még, vagy egy olyan utánpótlás, aki azért bennünket szorongatna, és előbb-utóbb azért meg tudna bennünket verni úgy, hogy őknek is élvezet legyen az a játék, és nekünk is azért annyira ne kapjunk még ki, hogy elmenjen a kedvünk a játéktól, de én szurkolok nekik, és remélem, hogy egyre több fiatal lesz Tolnán, és jönni fognak még játszani. Nagyon fontos a példamutatás a szülők részéről is, hiszen a kisgyerekek legtöbbször leutánozzák a felnőtteket mindenben. Tolnán azért többnyire inkább idősebbek szoktak játszani, viszont megfordulnak azért fiatalok is. Azt látom, hogy van igény a teniszre, és nagy kedve jönnek ide hozzám edzeni, úgyhogy ez mindenképpen pozitív dolog. És remélem, hogy minél tovább én is hozzá tudom őket segíteni ahhoz, hogy ezzel a sporttal minél tovább együtt éljenek. Hát az elején az alaptechnikák elsajátítása történik, egy órán belül. Elején egy kisebb ráhangoló, bemelegítő feladatok, és akkor utána pedig egyre több tenyeres fonák pörgetés, végén egy kis játék is akár úgy van, és a végén esetleg egy kis szervával levezetjük az edzést, és utána pedig lenyújtunk és elmegyünk haza. Fiatalokkal először is sok teniszt nézetnék a tévébe is. Ajánlom nekik például Roger Federernek a játékát, hiszen hogyha őt nézzük, akkor igazából mindent látunk, hogy is kell ezt a sportágat űzni. Illetve hát minél többet járjanak edzésre, élvezzék, úgy jöjjenek ide, hogy ne ez csak egy kötelező dolog legyen, amit le kell tudni, és élvezzék a játékot. A tolnai tenisz élet tehát fellendülőben van, az Egyesület tavasztal őszig vár mindenkit, akinek lenne kedve kapcsolódni, és adogatni párat egy jó baráti társaságban.